Humán meteorológiai tanácsok következnek. Vendégünk Ivádi Anett, humán meteorológus, a Meteoklinika munkatársa. Üdvözlöm. Üdvözlöm, köszöntöm a kedves nézőket is. Az elmúlt alkalommal már nagyban készültünk a tavaszra, nagyon jó idő volt, aztán egy kicsit bizonytalanabbá vált az időjárás. Ilyen bizonytalan marad, vagy most már tényleg a tavaszra készülhetünk? Nem csak készülni kell a tavaszra, mert a tavasz már itt van, már lassan két-három hete beköszöntött. Télnek semmiképpen sem lehet mondani, még a hűvösebb időszakokat sem. Szerencsére most olyan időszakokat élünk, most úgy alakul ez a március, hogy nem a frontosabb időszakokat szakítják meg egy-két napos frontmentes időszakok, hanem a tartósan frontmentes idő után érkezik két-három napig egy néhány front, aztán pedig szépen visszatér minden a kellemes nyugodt időbe. Most is ezt tapasztalhatjuk. Az előző héten, az előző napokban tapasztalt kettős frontok elhagyták térségünket, és ismét egy frontmentes, nyugodt, csendesebb időszak következik, ami pedig most már észrevehetően melegebb is, mint még az ezelőtti volt. Az elmúlt hetekben ugye azt tapasztaltuk, hogy reggel és este nagyon hideg van, napközben egészen tavaszias az időjárás már, amikor ugye nem esett az eső. Ez a hőingadozás, ez mikor szűnik meg? Mikor lesznek már enyhe reggelek és enyhe esték is? A nagy hőingadozás az a tavaszra, a nyárra és az őszre is jellemző. Gondoljunk csak bele, hogy nyáron is előfordul, hogy 15 fok van reggel, és mondjuk 33 fok van délután, hát az is egy ilyen 18 fokos hőmérséklet ingadozás. A kis hőingadozás az a télre jellemző inkább, amikor reggel is ugyanannyi fok van, mint délután, amikor minden szürke, minden egyhangú. Ez azoknak jó, akik nem bírják ezt, tehát a vérnyomás panaszosoknak kedvezőbb. Most már ez jellemző lesz, hogy reggel hűvösebb van, mint délután, és észrevehetően is sokat változik egy napon belül a hőmérséklet. Azonban mivel ez tartósan így lesz, és minden évben így van, ezért a szervezetünk ehhez hozzá tud szokni. Szépen fokozatosan a mi testünk is felkészül arra, hogy naponta nagyobb vagy tágabb hőmérsékletek között ingadozik a levegő hőmérséklete, és ezt egyre könnyebben el tudjuk majd viselni. Egyre többet süt a nap, többen talán már a kertben is dolgoznak, több időt töltünk a szabadban. Az UV sugárzásra kell-e már ilyenkor figyelnünk, vagy még teljesen veszélytelen? Az UV-sugárzás értéke ebben az időszakban még a mérsékelt tartományban alakul, a nap egy jó részében pedig gyenge. Azonban vannak olyan emberek, akik kifejezetten érzékeny bőrrel rendelkeznek, és a hosszú téli időszak után az első ilyen nagyon kristálytiszta levegő töltött hosszú napos órák alatt bizony megpirulhat a bőrük, és akár az első tavaszi leégést is megtapasztalhatják. Most már közeledik a tavaszi napi egyenlőség, ami azt jelenti, hogy a napmagasság az a szeptember végéhez hasonló, és hát azért szeptemberben is van már ereje a napnak, vagy van még ereje a napnak, most pedig már azt tapasztalhatjuk, hogy már van ereje a napnak. Tehát aki nagyon fehér, nagyon érzékeny bőrrel rendelkezik, az felkészülhet arra, hogy egy picit megpirul a bőre, nem kell még nagyon magas faktorszámú naptejeket használni, de azért érdemes nekik vigyázni. Emellett is érdemes már úgy terveznünk, hogy minél több időt töltsünk a szabadban, tehát most már csinálhatunk ilyen programokat? Természetesen a napsütéses jó időben nem is csak úgy érdemes tervezünk, hanem szinte kikívánkozunk már a belső zárt térből. Az egész telet a házban, a lakásban töltjük, nem mozgunk, most pedig a jó időben sokkal jobban esik akár a szabadtéri sportolás is, a séta, a hétvégéken vagy a szabad időszakban pedig a kirándulások is. Ugye, ha kimegyünk a szabadba, akkor mindenkit érdekel, hogy szennyező anyagok vannak-e a levegőben ilyenkor. Amikor ilyen csendes, nyugodt az idő és nem fúj a szél, akkor nagyon gyakran felhalmozódnak a káros légszennyező anyagok a levegőben. Ezek főleg a reggeli és a délutáni csúcsforgalomra jellemzőek, és a városoknak a forgalmas közlekedési csomópontjait érintik, vagy pedig még azoknak egy kisebb környezetét. Azonban a zöldövezetekben, a parkokban, szerencsére itt a kerületben nagyon sok helyen azt mondhatjuk, hogy viszonylag tiszta a levegő. Ilyenkor pedig, amikor még egy kicsit meg is élénkül a szél,
a légmozgás az ki tudja tisztítani a levegőt, ha csak átmenetileg is, de mindenképpen nagyon hasznos. Ja, most már októberig biztos, hogy kell beszélnünk a pollenről is. Hát mi a helyzet most ezzel? Sajnos a pollen érzékenyek számára nem túl jó hírekkel szolgálhatok, ugyanis ez a kedvező, szép, kellemes hőmérsékletű tavaszi idő az egyre csak fokozza a tavaszi növényeknek a pollen szórását. Most a mogyoró, az éger, a kőr is, és a ciprus és tiszafafélék virágpora van legnagyobb mennyiségben a levegőben. A koncentrációjuk egy-egy naposabb és melegebb délutánon akár a magas szintet is elérheti. A magyar lakosság körében ezek kevesebb embernek okoznak allergiát, mint például a parlagfű, de természetesen akik érzékenyek, azok tapasztalhatják a megszokott tüneteiket, orrfolyás, tüsszögés, könnyezés. Érdemesebb nekik gyakrabban kimosni a ruhájukat, hogy kimosódjanak belőle a pollenszemek, vagy például kerülni a tejtermékek fogyasztását. Én azt gondolom, hogy bár most már van pollen, azért az erre allergiások is örülnek annak, hogy egyre jobb az idő, és végre itt a tavasz. Köszönöm, hogy beszélgettünk. Én is köszönöm.